Egy közös fotózással vette kezdetét az idei Misina tűzoltó toronyfutóverseny. Ez már az 5. alkalom, hogy a lánglovagok a pécsi TV-toronyban mérettetik meg magukat. 25 emeletnyi, egészen pontosan 438 lépcsőfok az, amit meg kellett mászniuk, így a célvonal előtt jól jött a bajtársak biztatása. Gyere, itt a vége! Gyere, Jani! Gyere! A megmérettetésen a pécsiektől egészen a győri lánglovagokig teljesítették a kihívást, és gyönyörködhettek 80 méteres magasságból a kilátásban. Jövünk még kétszer, már 8-szor is! Ez a csapat például Dunaújvárosból érkezett, és eddig minden alkalommal részt vettek a versenyen. Eddig az összes verseny, amit Pécsen megrendeztek, ezt a Misina versenyfutó versenyen minden részt tudtunk venni. Hát a 2 év kiadás után majdnem 3 kicsit jobb időre számítottam, de az időm az nem lett olyan szörnyű, ebben a kocs volt, meg főleg szerintem. És nagyon szépen ezt a versenyt, nagyon kis színvonalas verseny van itt. Hát az, hogy sajnos kollégák egyre kevesebben jönnek, ez nem tudom, miért tudható be, de itt akik eljönnek, azok az elitek elitje szerintem. És nagyon büszke vagyok rá, hogy itt lettünk, és az összes tűzoltó kollega, nagyon szépen nem mondhatom azt, hogy bennük van az erő, a kitartás. A versenyen önkéntes és hivatásos tűzoltók egyaránt részt vettek. Jelen pillanatban a regisztráció alapján 38 fő volt az, aki az egyéniben indult, és 7 páros indult a versenyen. Tehát durván egy olyan 43-44 fő van, mert vannak olyanok, akik párosba is indultak, illetve egyénibe is. A lánglovagoknak nincs is más dolgok, mint felfutni a TV-torony tetejéig. Mondhatjuk, hogy csak fel kell futni, de azért azt látjuk, hogy a tűzoltók teljes bevetési ruházatba, tehát tényleg az, hogy a munkájukat is ellátják a káresetek során, abba kell azért fölfutniuk 450 lépcsőfokot 25 emelet magasságba, azért fizikailag egy igen megterhelő. Ezt látjuk is a befutások alkalmával, hogy sokan már tényleg az erejük végén vannak, amikor felérkeznek a végső helyre. A csúcsidőt még 2019-ben állították fel 3 perc 1 másodperccel. Most, bár még nem szárnyalták túl, volt, aki megközelítette 3 perc 9 másodperccel. A legtöbb indulónak azonban nem a rekord megdöntése, hanem a részvétel számított igazán.